A film megtörtént eseményt dolgoz fel. Az Alcatraz foglyai. Magyar hangok. Pap János. Kristóf Tibor. Gesztesi Károly. Juhász Jácint. Szabó Ottó. Juhász György. Zubornyák Zoltán. Alcatraz sziget, 1946. május 2-a, reggel 7 óra 30 perc. Nem igaz, nagyon jó. Dehogy nem. Életükben nem játszottam. Dehogy nem játszottam. Most is jól játszottam. Nagyon-nagyon. Ügyesek vagyunk. Zenéjét szerezte William Goldstein. Hé! Hey! Sis! Jól nyaraltál? Remek! A Yosemite Parkban voltunk. Szerintem ez az út egyre meredekebb lesz. Nem akarnál inkább a szigeten élni? Nem. Katie nem akarja, szerinte túl közel vannak a gengszterek. És nem kell minden nap áthajúzni a várost. Mondtad, hogy milyen remek vendéglők vannak itt. Igen, meg remek üzletek is. De ismered a nőket, ha valamit a fejükbe vesznek. Fényképezte Philip Lathrop. A forgatókönyvet írta John Gay. Készült Clark Howard könyve alapján. Isten hozott, Sis. Ja, alig várta, hogy itt lesz. Jó reggelt. Jó reggelt. Kezdheted is, Bert. Kösz, már kezdem is. Na, viszlát. Oké. Fegyvertár? Itt Bert a nyugati szárnyból. Jelentkezem. Rendben. Rendezte Paul Wendkos. Thank you.
Barnett Coy 45 éves, bankot rabolt Kentucky államban, 25 éves büntetését tölti. A szürkeségben ébredek. A szürkeség a reggeli napfényem. A szürkeségben élek, és minden napom egyforma. Nincsenek színek, csak is árnyékok az utamban. Időnként arra gondolok, hogy saját vérem is biztosan börtönszürke színű. Joseph Dutch Kretzer bankrablásért és gyilkosságért életfogytiglanra ítélve. Az FBI szerint az ötödik számú közellenség. Hé, haver! Látom, még mindig rács mögött vagy, mi? Hát, nincs semmi ma számodra. Nem, csak hazudok. Volt egy leveled. Persze, elolvastam. De csak elszomorítana. Az öreged írta. Azt írja, a húgod mindenkivel lefekszik, az anyád meg vérbajos. Illetve ezt írná, ha tudna írni. Na mindegy, kis haver. Viselkedj, különben magánzárka vár rád. Dan Durando, 19 éves. 99 évet kapott gyilkosságért, amelyet 15 éves korában követett el. Reggeli! Indulás! Délig még átgondolom. Ma búzadarát osztogatsz? Ez biztos ízlik neked már. Nem, uram. Mi nem szeretjük a búzadarát Tennessee-ben, azt délebre eszik. De a kislányom azért kedveli, ha mézzel kapja. Szerintem már nem is olyan kicsi a kislányod. Nem is. Két hete kaptam róla egy fényképet. Kemény idők járnak, Mr. Bristow, amióta bekerültem. Nehéz megélniük. Megmondanám, mennyi az idő? Idő? Mit számít az neked? Úgy sem érsz sehova. Igen. Ebben tényleg igaza van, Mr. Bristow. Marvin Hubbard, 33 éves. Fegyveres rablásért tölti 20 éves büntetését. Miriam Bud Thompson, 29 éves, életfogytiglanra ítélve rendőrgyilkosságért. 8 szökési kísérlet. Teljes a létszám, kivéve az árkásokat. Bert, küld le a 107-est. Rendben. Indulás! Indulás! Mr. Corwin! Jó
reggelt, Bernie. Jó reggelt, Mr. Corvin. Tessék. Na, mi van? Vagyogatok. Még mindig jobb, mint szökni próbálni. Nem gondoltad meg magad? Nem fog sikerülni, Bernie. De igen. Muszáj. Soha sem jutsz ki innen. Mindent kiterveltem. Ja, hát persze. Talán vízen is tudsz járni. Hajóval megyünk. Sok sikert nektek. Sam Shackley, 37 éves, IQ szintje 54-es, emberrablásért és rablásért életfogytiglant tölt, állandó jelleggel magánzárkára ítélve. Mr. Lageson, hogy van a tyúk szeme, Mr. Miller? Sokkal jobban, kösz. Az a kenős, amit mondtál, tényleg használt. Hálás vagyok neked. Egy mindig folytsz? Sajnos igen, Mr. Miller. Annyira fáj az inyem, hogy szinte semmit se tudok enni. Valamit kéne szedned a fájdalomra. A doki nem enged semmilyen fájdalomcsillapítót, uram. Ez a szabály. Majd beszélek a főnökkel az ügyedben. Rendesen, mert talán... Nem, ne tegyem is, Sir Miller. Az nem tetszen a raboknak. De azért köszönöm az ajánlatát. Mr. Lageson? Mindjárt dél van, haver. Bernie, azt hiszem, inkább kihagynám ezt az egészet. Még csak 19 vagyok. Egy napon még kisétálhatok innen. Ne áltasd magad. Úgy végzed, mint a madárember. Szükségünk van rád, haver. Szükségünk van rád. Egyszerűen nem akarok vérontást. Nincs több gyilkolás. Bernie, valakit megöltem. Isten bizony véletlen volt, de akkor is meghalt. Nézd, esküszöm neked. Tisztán lépünk le. És egy olyan srác, mint te, kordában tarthatja a diliseket, fegyver nélkül is. De Dutch és őrült szem is veletek van. Dutch ismeri a dörgést. Volt már pár szökése. És szem nélkül nem hajlandó jönni. Na és Thompson? Sose tudom, hogy mire gondol. Vagy mire készül. Ki tudja? De ő is meg akar lépni, úgy, mint mi. Nem fog bajt keverni. Gondold meg, öcsi. Csak arra gondolj, hogy lelépsz innen. Kocsi rendben? Már vár ránk San Franciscóban. Megvan a ruha, a búvóhely. Én így dolgozom, kapcsolatokkal. Ez a baj veled, meg Hubbarddal. Depressziós barmok. Nincsenek kapcsolataitok. Mennyi időnk van? A börtönhajó 2-kor köt ki. 40 perc alatt kell elérnünk. Ajánlom is, hogy elérjük. Ugye érted, mire gondolok, Bernie? Muszáj lesz elérnünk.
Déli 12 óra. Bejövünk! Bert, gyűjt le a 107-est! Rendben! Oké, gyerünk! Mozgás! Miután megmosakodtak, létszám ellenőrzés és irány az ebédlő. Mr. Simpson, nem hiszem, hogy ma tudnék enni. Van beteglapom a dokitól. Lehet, hogy fekélyem van. Feké? Az a gondoktól van. Neked most 99 évig nincs miért aggódnod. Nem igaz, Thompson? Igen, uram. Zárjátok vissza a cellába és értesítsd a munkaszolgálatot, hogy délután nem megy vissza. Teljes a létszám. Oké, zárjátok be. Tudja, uram, a múlt héten történt. Nagyon érdekes eset volt. Oké, húzd fel. Vége az ebédnek, irány a munka. Oké, indulás, gyerünk, igyekezzenek! Oké, ebédelni mentem. Bert, Miller van itt, leléptem. Helyettem is egyél, siess vissza! Öcsi, utolsó lehetőség. A hajó 2-kor jön. Jössz vagy maradsz? Hogy döntöttél? Nem is tudom, Bernie. Na is a szüleid? Mi van velük? Hallottál felőlük? Nem tudnak írni. Nem is látogatnak, mi? Nincs rá pénzük. És nem akarnád látni őket? Istenem, Bernie, csak arra tudok gondolni. Figyelj, öcsi. Tudod, hány rács van mindegyikünk celláján? 12. Tudod, hány lépés van a cellám és az udvarkapu között? 41. Hány cella van a folyosón? 14. Azt mondogattam magamnak. Ha már nem lesz mit számolnom, akkor kezdek meghalni. Nincs mit számolnom, öcsi. Már rég nincs mit számolnom. És már haldoklom. Úgy, mint te, csak te még nem tudod. Hát ezt akarod? Öreg emberként meghalni ebben a bűzfészekben. Anélkül, hogy újra látnád a szüleidet. Újra látnál bármit is. Hát ezt akarod? Mondd, hogy jössz. Mondd már.
Nincs gyilkolás. Nincs gyilkolás. Rendben. 15 perc múlva kint leszel a cellád. Kérem, Miller, engedjenek ki! Most ki akarok menni! Mi a fenét művelsz itt? Kérem, engedjenek! Sam, azonnal olvasd el! Ki akarok menni innen? Engedjenek el! Engedjenek ki! Gondjaim vannak, Sákliból, kellene is fedez! Hé, Bill! Átmegyek a D-blokkba, baj van Sáklival! Mindjárt jövök! Érezd jól magad! Tiszta őrült a manus! Engedjenek ki innen, hallja! Engedjenek ki! Engedjenek ki! Leégetem az egészet! Felgyújtok mindent! Engedélyem van sétára az udvarban. Oké, fordulj meg! Azt mondtam, fordulj meg, Hala! Oké, elég volt. Vidd a 403-asban. Jól van. Nyugi, Miller eddig rendes volt hozzánk. Na, itt van. Ja, remélem, jó is lesz. Biztos jó lesz. Öcsi, figyelj Miller! Hé! Nem lehet, hogy a lenti folyosón is lesz egy pár fegyveres őr? Délután 4 előtt nem lesz senki. Te meg Kretzer, menjetek le és figyeljétek az ajtót, nehogy újabb őrök jöjjenek fel. Én majd elintézem az őröket. Te foglalkozz Burch-el. Van még időnk, Bernie. Ha őrült szem bírja, még én megcsinálom. Szétcincálom magát, darabokra tépem! Ne jöjjön közelebb!
Nem! Menj hátrébb! Nem! Menj, téged is lefújlak! Nem! 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 Kinyírlak! Kinyírlak! Kinyírlak, te szemét! Kinyírlak! Hallod? Ah! Jaj! Kinyírlak! Hallod? Okay. Jól van, Bernie. Hideg szuhany és elzárás jár neked. Pedig figyelmeztettelek. Csak nehogy kienged, Cisz, nincs erősítésük. Ez biztos a lukban végzi. De már nem először. Hé, figyelj, vissza kell mennem, Miller egyedül van. Ezért megöllek, hallod? Megöllek! Maradj még egy kicsit föl, csak amíg megnyugszik. Én nem csinálnék balhét főnök. Nehogy még baja esse. Úgyhogy mi lenne, ha szép nyugodtan odasétál a 403-ashoz? És nem lepődnék meg, ha Mr. Miller várna ott magára. Oké? Okay? Hogy? Nem értettem, Mr. Bristow. Oké. Okay. Toki.
egy lépés se tovább. Erre parancsoljon, Mr. Lagesson, foglaltunk helyet magának. Oké. Okay. Oké. Okay. Még egyet azt mutatjuk. Paddy, ennyi is fel ezt az oldalbejáratot. Én indulok a D-blokkba. Corvin. Úgy bizony, Mr. Corvin. Tudom, nem akarja, hogy ezt használjam. Úgyhogy nyissa ki szépen azt az ajtót, és senkinek nem esik baja. Csak szép lassan. Gyere már ti onnan, te szemét, majd adok én neked! Nyugi, Toki! Hé! Törődj a saját dolgoddal, segíts! Hát sikerült, Bernie! Ah! Bernie, engedj ki! Corvint akarom! Meg akarom ölni Corvint! Összevizezett, és ezért ki fogom nyírni! Afa be! Senkit se ülünk meg! Bernie! Tehát, tartsd kordában ezt az őrültet, vagy örökre itt marad! Előbb mondd meg, hogy hozzam ki! A műszerfal pont mögötted. Húzd le a kart a csoportról az egyénire is. Üsd be, hogy 22. Az a cellája. Kint vagyok. Kint vagyok. Kint vagyok. Kint vagyok. Kint vagyok. Nesze, kapd el a cuccát. És Bert? Az igaz a Kárpátalusz. Mire felébred, már rég nem vagyunk itt. Oké. Akkor lemegyek. Köszönöm, Bernie! Köszönöm, Bernie! Köszönöm! Minden tökéletes, Bernie. Tökéletes. Csak időben jöjjön a hajó. A hajó mindig pontos. Csak nyugi, Bill. Ne aggódjon, Mr. Lagesson, nem lesz semmi baj. Sosem hittem volna, hogy ilyen hülyeségben részt veszel, öcsi. Eddig minden rendben van. Corvin is bent van? Igen. Akkor hozd ki, mert én most aztán megölöm! De azt mondták, senkinek sem esik baja! Bofa be! Mit prédikálsz te nekem, te szemét, barna bőrű? Doki, védd innen ezt az őrültet, még mielőtt baja esne! Hé, elég volt! Elég legyen! Megállj csak te! Elég! Mi a fene folyik itt? Le akart számolni az egyik őrrel! Táncs már voltam neked! Szükségünk van rá, tarts kordában szemet! Corvin volt. Összevizezett engem. Nesze, vedd fel. Ó, kösz. Kösz. Mr. Lagesson, kérném szépen az óráját. Sajnálom, uram, de pontos időbeosztással dolgozom. Mindjárt 2 óra. Késésben vagy. Adok rá még 10 percet, biztos, ami biztos. Sam, hozd ide Thompsont, mondd meg, hogy mindjárt indulunk. Már, hozd ide a 107-est a kulcsoborról. Az udvar kapun át akarnak menni. Nem tudnak. Kulcs nélkül nem megy. Az is náluk van. Vagy talán nem? Strát! Sikerült! Indulunk! Át az udvaron, egyenesen a hajóhoz. Hogy a fenébe intézted el? Túszokkal. 4 őrrel. Még velünk jöhetsz.
Na mi lesz? Ha már olyan hülye voltam, hogy bekerültem ide, nem őrültem meg, hogy megszökjek. Pedig mi indulunk, most. Hová, Bernie? Ez a gond hová? Szerinted megéri? Őszinte leszek hozzád. Ha még egy reggel egy ilyen cementketrecben ébredek fel, úgyhogy nem tudom, felkeltem három ma, hát akkor bizony megéri. Amint mondtam, Bernie. Sok sikert. Ez a 107-es. Nézd csak meg. Bill, hogy a felébe van ez nálad? Tudom, tudom. Vissza kellett volna küldenem Burtnek, de ebédelni ment, és... Gyere! Így. Sam, hagyd már! Gyerünk, gyerünk, hol az a kulcs? Gyerünk, indulás! Gyerünk! Mozgás, gyerünk! Koly! Nincs ott. Hogy? A 107-es, az ajtó kulcsa. Habár nem találja. Már. Ott kell lennie. Bernie. Tízszer átnéztem, nincs itt. Nézd ki, itt van-e már a hajó. Te meg sem menjetek az átjáróhoz, vigyázzatok, nehogy még egy őr erre járjon. Te meg Durandó, vigyázzatok az őrökre. Épp most jött be a hajó, Bernie. Megvan a kulcs? Hozd ide Millert. Mr. Miller, sajnálom, ha fájdalmat okoztunk. Maga mindig rendes volt velem. Most csak azt mondja meg, hogy hol van. Micsoda? Az udvar kulcsa. A 107-es kulcs. A fenti kulcs tartón. Nem. Mindent lehoztuk. A 107-es nincs itt. Hol van? Nem tudom. Lássuk a zsebeit. Motozd meg már! Igen. Nincs kulcs. A cipőjét! Vegye le a cipőjét! Már megmondtam, Bernie, nincs nálam. Nekem kell az a kulcs, Mr. Miller. Kénytelen leszek ezt használni. De nem fogod, Bernie. Kretzer talán használná. Vagy Buddy Thompson. Őrült szem is megtenni. De te nem vagy gyilkos, Bernie. Te sose öltél embert, nem tudnád megtenni. Hé, hey, Bill, mi van, meghibbantál vagy? Ez az, Bernie, ne mozdulj. Semmi értelme. Jó. Vigyétek oda a többiekhez. Motozzátok meg az őröket. Na lássuk a zsebeitek, gyerünk, mozdulj! Te figyeld a hajót. Eljött a hajó. Mindjárt megy. Te! Ne semmit! Hagyd már békén! Koly! Megütött Ash! Megütött engem! Most jól figyelj! Szükségünk van az őrökre. Senki se nyúl hozzájuk. Szét kéne lőnöm a fejed. Nem csak te tudod szétlőni mások fejét, Koly. Kezdik rakodni a hajót! Figyétek vissza őket! Mozgás! Thompson! Gyere velem! Azt akarom, hogy próbálj bele minden egyes kulcsot a kapuba. Lehet, hogy itt van, csak más szám van rajta.
Valami baj van, Cliff? Próbálom felhívni a D-blokkot, de nem válaszolnak. Az az ilyen korán Slageson meg Miller biztos a konyhában vannak repetára. Hívd az ebédlőt, ha nem válaszolnak, majd utána nézek. Ez nagyszerű, mi? Mindannyian itt ragadunk a te hülye terved miatt. Most miről beszélsz? Semmi baj a tervnek. Bernie 7 évig törte a fejét rajta. Ő az egyetlen, aki rájött, hogyan férhetünk hozzá a fegyverekhez a ketrecben. 8 hónapjába telt, amíg megszerezte a fémdarabokat a lakatos műhelyből. 8 hónapig dugdost a WC-ben. 8 hónapig éhezett, hogy átférjen azokon a rácsokon. Minden tökéletes volt, mi? Akkor miért vagyunk még itt? Miért nem vagyunk a hajón, útban Frisco felé? Annyi csöki! Oké, indulás! Mindenki kifelé! Gyerünk, mozgás! Micsak, ki ez? Személyesen maga a főnök. Hol vannak az emberei? Ne aggódjon, uram, azonnal oda visszük magát. Mozgás! Gyerünk, indulás! Még egy vendéget hoztunk. Hé, te! Én ismerlek téged. Te zártál magánzárkába. Hé, Dács! Ide a pisztolyt! Rajta, gyerünk, pont erre várok! Oké, szem, elég volt. Kifelé a cellából az ajtóhoz, te is! Mozgás! Indulás! Gyerünk, mozgás! Mozgás! Vigyázz magadra! Istenit! Mi baj van? Beszorult! Az egyik kulcs beletört, nem tudtam kipiszkálni. Még ha sikerülne is. Teljesen hiába. Most ment el a hajó. Still stuck. Great, Coy. Just great. We finally get 107. Now we can't get the other damn key out. You might as well forget it, buddy. Se számít, már elment a hajó. Várjunk csak, várj csak egy percet. Mi van, ha visszaszerezzük a hajót? Azt hiszed, vissza fogják hozni nekünk a hajót? Ha egy-két feleséget meg gyereket is túszul ejtünk. Feleséget meg gyereket? Nem a dok felé indulunk, hanem arra, ahol az őrök laknak. Hé, dok, várj csak egy percet. Ha őket is túszul ejtjük, mindent megadnak nekünk, amit kérünk. Figyelj, szerintem ez jó ötletnek tűnik. Ha már eddig eljutottunk. Akkor nekem is jut egy nődács. Pofa be! Sétáljunk egyet. Hubbard, te meg Durandu álljatok őrséget. Nos, csak úgy lehet, ha kinyírjuk a toronyőrséget. De vannak túszaink. Igen. Ha a hajóhoz tartanánk, nem nyúlnának hozzánk az őrök. De amint a szigeten lévő családjukról van szó, elkezdenek lőni, akár van túsz, akár nincs. Oké, kinyírjuk őket. Igen, persze. Elég egy győrt megölnünk, és mindnyájunknak vége. Mindegyikünknek.
örökké üldöznének minket. Úgy is azt fogják tenni. Van más módja is. Kivonjuk őket a forgalomból. Megsebesítjük őket. Persze. Nem tudtam, hogy Buffalo Bill is velünk tart. Ki tud úgy lőni? Mondjuk én. Mókusokra vadászva nőttem fel. 30 méterről is eltalálom egy ember ujját. Túl kockázatos. Nézd, még senki sem halt meg. Amíg ezzel tudunk fenyegetőzni, talán mégis kijutunk innen. Ajánlom, hogy sikerüljön is, Bernie. Senki délután fél három. Nem jöttek vissza. Bárcsak lennének fegyvereink. Nem lehet fegyvert használni. A főnök nem tűrné el. Na, nyisd ki! Franc van veled? Uraim? Vedd el a botjaikat. Bernie, mögötted! Sajnálom, Mr. Sandstone, de sajnos velünk kell tartania. Johnston igazgató? Fishtiszt vagyok a fegyvertárból. Uram, azt hiszem, komoly gond van a celláknál. Na, befelé! Minden rendben? Nézd, öcsi. Azt mondtam, nem lesz lövöldözés. De nem tudom betartani az ígéretemet. Néhány őr megsebesül majd. Nos, még visszaléphetsz. Mindketten adjuk fel. Nem. Nekem már túl késő. Ezek után halálomig magánzárkában csücsülhetek. Nos. Mindig rendesen bántál velem, Bernie. Úgy érzem, cserben hagylak. Hé, öcsi. Ne aggódj semmiért. Csak volt némi gondunk. De kijutunk innen. Én hazamegyek. Sok sikert. Azt hiszem ránk férne. Akkor viszlát. Viszlát, öcsi. Majd küldök egy lapot. Mi a fene az, hogy sok sikert? Kiszállt? Te hagyod, hogy ez a taknyos csak úgy fogja is? Nézd, Dács, kiszáll. Azt csinál, amit akar. Ki akart szállni? 5 perc. 5 percet kérek, és már itt sem vagyunk.
Oké, indulás. Hozzuk ki az őröket. Paddy, most már itt a 107-es. Nyisd ki azt az ajtót. Uram, 3 őrt megsebesítettek az őrtornyoknál. Szirénát bekapcsolni. Gyerünk, mozgás, kifelé! Gyerünk, gyerünk, mozgás! Mozgás, gyerünk! Na, legyen! Indulj már, indulj! Itt van már, Bali? Nem fordul el. Az a 107-es kulcs? Igen. Akkor nyitnia kell. Nyitnia kell. Gyerünk már! Istenit! Most jelentették, uram. Kretzert fegyverrel látták. Kretzert? Jézusom, az anyját is megölni, hogy kiüsson innen. Valahogy kijutott az árkából, és még ki tudja hányan. Hány őr van a cella épületben ebben a pillanatban? 9, meg Börcs a lőállásban. De egyik se jelentkezett. Igen? Stilwell tábornok van a vonalban, uram. Joe Stilwell? Igen, uram. San Franciscóban is hallják a szirénákat. Azt kérdi, hogy átküldje-e a tengeri gyalogosokat. Stilwell tábornok? Itt Johnston igazgató. Hálásan köszönöm az ajánlatát. Semmi. Egyetlen egy dolog se jött be egész idáig. Fogd már fel, Coy. Ezzel megbuktunk. Az egész rohadt terv megbukott. Bármelyik pillanatban itt lehetnek. Nem. Még nálunk van oda 9 őr. Talán felhívhatnám a Dirit. Hát, ha belemegy egy cserébe. Hé, ez remek. Talán kaphatunk egy repülőt. Jaj, pofa veszem! Mondd meg neki, hogy meg kell kapnunk azt a hajót. Oké, ezt mondd meg neki, Coy. Ja, ez az. A hajó. Dács, szóval már te is. Dács, te se hallgatsz rám soha. Jól van, Sam, sajnálom. Csak sajnál is. Kapcsolja az igazgatót. Bernie Coy az. A cellablokból telefonál. 3-as vonal. Coy. Nos, főnök, sajnálom, hogy zavarom, uram, de azt hiszem ideje lenne elbeszélgetnünk. Na, jól figyeljél, Coy. Akármiben is állapodtunk meg, előbb meg kell győződnöm arról, hogy a tisztjeimnek nem esett bajuk. Itt vannak, majd meglátja. Higgy el, nem akarunk senkit megölni, csak küldje vissza a hajót. Mit? A hajót akarjuk a dokba. Ilyen utasítást nem adhatok. Még nem mentek át az udvarkapun. Hol lehet a kulcs? Ha bejutottak a fegyverszobába, az is náluk van. De nem használták. Nem is csoda. A zárat úgy tervezték, hogy beakad, ha nem jól használják a kulcsot. Maga szerint... Nem, azt hiszem, erre nem számíthatunk. Beküldök egy akciócsoportot a fegyverszobába. Olyan fegyvert visznek magukkal, amit akarnak, de puskákat egyáltalán nem használhatnak a cellablokban. Igen, uram. Az Istenit, megkapjuk a hajót! Majd megkapjuk! Szerintem öljük meg az egyik őrt, hogy vegyenek komolyan minket. Figyelj, Dutch, és jól jegyezd meg! Senkit sem ölünk meg! Senkit sem! Most megyek és megnézem, nehogy a másik oldalról küldjenek ránk valakit. Maradj itt és vigyázz a barátainkra, oké? Okay? Parancsolj, Bernie, betöltöttem. Mindjárt jövök.
Hé, hova mész? Bernie azt mondta, hogy itt maradsz. Na nem mond. Figyelj, nekem senki se parancsolhat. Megértetted? Válaszolj, megértetted? Gyorsan, vigyétek be a csatit! Mi a fenélt? Nem láttam. Egyszerűen elkezdtek lövöldözni minden szó nélkül. De most nekem is van fegyverem. Gretchen, én mondom, ha megölted az egyik őrt... Te tényleg imádod őket, nem igaz? Na mi lesz, főnök? Nincs hajó, nincs alkó. Mondtam, ugye nem alkudozhatunk, ha elkezditek öldözni a tisztjeimet. Most meg miről beszél? Senki se halt meg, erről én gondoskodtam. Stark tizedes meghalt. Most hozták le a fegyver galériáról. Adjátok meg magatokat most rögtön, vagy bemegyünk értetek, Koi. És megölünk, és Kretzert is, és az összes szemét rabot, aki részt vett benne. Így állunk. Ne kapcsolja fel a lámpát a cellákban, amint besötétedik, vagy kihozzuk az őröket. Meg kellett mutatnod nekik, mi? Meg kellett mutatnod, hogy ki vagy te? Mi bajod van? Egy sima szökés nem felelt meg neked, hanem le kellett lőnöd egy őrt is. És? Ha le kellett lőnöm egy őrt, akkor megérdemelted. És ezzel futsz az utolsó lehetőségünknek, hogy kijussunk innen. A te utolsó lehetőséged volt! Ez ötlet! Ne mozdulj! Hátrább, Sam. Oké. Szóval mit akarsz, Dutch? Hogy egymást kezdjük gyilkolni? Vagy hogy megszökjünk? Én ki akarok jutni innen. Oké. Add vissza a pisztolyt, Marv. Jölöm. De ne Koit, az őröket. Ha egyetlen őr is élve jut ki innen, mindnyájunkat kivégeznek. Pontosan tudják, kik vagyunk, részletezzem még neked. Dutch, igaza van. Meg kell halniuk. Mindegyiknek. Nem. Meg kell ölni őket. Most öld meg őket, Dutch, amíg nem késő. Én ölöm meg őket. Gyorsan! Ő vizeszte össze az ingem. Jaj, pofa veszem, gondolkoznunk kell. Ha nincs merszed megtenni, majd én megteszem. Mim nincs. Hogy képzeled, hogy így beszélsz velem? Szerinted ki nyírt, aki megnyírt meg egy szövetségi marsalt? Egy szövetségi marsalt!
Az Istenitek is! Öld meg őket, Dutch! Mindegy, nincs messzem hozzá! Egytől egyig öld meg őket! Az Istenitek! Lőj már! Tedd meg, Dutch! Most! Kivel kezded, Dutch, ha? Te szemét! Egy rohadt szemét! Ne avatkozz bele, Burley! Maradj itt! Mit tehetnél? Már úgyis vége. Édács, át kéne mennem a D-blokkba szólni a többieknek, hogy meghaltak, nem? Hallottad, Dács? Hagyd békén. Hé, Dács, én vagyok az. Sam vagyok. Hé, Dács, Sam vagyok. Hagyd békét, te hülye félnótás, menj! Menj innen! Most mit bámulsz? Meghaltak. Mind meghaltak. Hé. Hey. Tűnés. Burnley, jól vagy? Hogy érzed magad? Hogy ilyen közel, pedig majdnem sikerült. De még nincs vége. A fenébe, majd kitalálunk valamit. Figyelj, szörnyen nézel ki, Burnley. Kéne enned valamit, meg adni. Burnley, nyugi. Nyugi, Burnley. Pedig mindent elterveztem. Mindent. Nem tudom. Egyszerűen nem értem. Szerintem pihenned kell. Napok óta nem aludtál, mi? Nem. Na gyere. Semmi baj, gyere csak. Nem lesz semmi baj. Tudod, mi gondolkoztam, Burnley? Azon, hogy... Hogy lehet, hogy ilyen klassz srácok, mint mi ide jutottunk? Ilyen klassz, hülye srác. Sajnálom már. Nincs semmi baj. Te mindent kiterveltél. Hogy hogy juss át a rácsokon, meg minden. Tudod, ez tényleg okos volt. Igen, hát biztos, hogy zseni vagyok.
Olyan okos voltam, hogy Kreczert választottam segítőnek. Igen. Jobb lett volna, ha csak te, én, meg a kölyök megyünk. Jobb lett volna. De most már csak ez maradt. Ha lett volna. Jól van, barátom. Pihenj csak egy kicsit. Te csak pihenj nyugodtan. Este 9:30. Vannak embereink a keleti lövészgalérián. Ti kette menjetek a nyugati lövészgalériára. Gyerünk! Ti meg vizsgáljátok át az egész cellatömböt, és találjátok meg a foglyulejtett őröket. Fegyvertelenül menjünk, uram. A biztonságunkat mindig az garantálta, hogy a cella szinten nem volt fegyver, és én most sem fogok változtatni ezen az elven. Azonban mindkét emeletről fedezni fogják magukat. És ha megtalálták a foglyulejtett őröket, az a legfontosabb, hogy minél gyorsabban hozzák ki őket. Innen őket. Jól van, nyugi! Rögtön kiviszünk innen! Ez az! Gyerünk! A fenébe! Kölyök, nekünk beszélni kell. Figyelj rám. Ki kéne találnunk valami mesét. Oké? Te meg én majd alibit adunk egymásnak, mert azt mondják, hogy mi öltük meg az őröket. Tűnj el! Nem! Tűnj el innen! Oké. Akkor ide figyelj. Ha megkérdik, ki ölte meg őket, azt mondom, hogy az egész a te ötleted volt. Hogy te tervelted ki. 1946. május 3-a, reggel 5:30. Thank you.
Bill Miller meghalt ma reggel. Azt mondják, Corwin talán túléli, de Simpson és Weinhold még életveszélyben van. A többiek jól vannak. Mi ez? Lagesson. Ő írta fel a neveket a cellájuk falára. Coy, Kretzer, Thompson, Shackley, Hubbard. Durendo? Igen. Ez engem is meglepett. Nos, most már tudjuk, kik azok, és hányan vannak. De hogy kapjuk el őket? Stilwell tábornok, köszönöm, hogy eljött, uram. Johnson igazgató, Merrill tábor. Uram? Örvendek, uram. Kérem, foglaljanak helyet. A San Franciscói rádiójelentések szerint a rabok automata fegyverrel lőnek mindenre, ami mozog. Nem, örömmel jelentem, hogy ez szerencsére túlzás. Még mind a cella tömbben vannak? Hányan? Hatan. És sehogy se tudnak kijutni. Mindkét bejáratot figyeljük. Egy megsemmisítő akció egy óra alatt véget vethet ennek. Attól tartok, ez nem fog menni, uram. A cellablokba szigorúan tilos fegyvert bevinni. Na de egy ilyen helyzetben talán... Sajnálom, de nem kockáztathatom, hogy azok a gyilkosok újabb fegyverekhez jussanak. Ezt úgy értem, hogy kívülről akarja elkapni őket? Igen. Tehát gránátok, aknavetők és esetleg talán ágyúzás vagy ilyesmi. Nekem ez nehezebbnek tűnik. Biztos, hogy ezt akarja? Sajnálom, de ennek így kell lennie. Az épületben kár fog keletkezni. Erre már felkészült. Van tervrajza a cellablokkal? Igen, erre parancsoljanak, uraim. A cellablokok. Étterem, konyha, sétáló udvar. És ez mi? A közműfolyosok minden blokk közepén futnak végig. Tudja, hogy most hol vannak a rabok? Arra tippelünk, hogy mind átmentek a D-blokkba. Itt be van falazva, talán azt hiszik biztonságosabb. Rendben van, innen kezdjük az ablakoktól. Frank, hogy hívják azt a tisztet a bázison, aki kisöpörte azokat a japán barlangok? Buckner. Charlie Buckner. Hívast. Uraim, nem tudom, hogy köszönjem meg. Legalább két emberem halott és 11 megsebesült, és egyáltalán nem érdekel, ha az összes vadállatot megöljük ott bent. Ez nem igaz. Egy egyszerű rendcsinálás helyett kisebb fajta háborút akar vívni. Igen, de ez az ő szigete, Frank. Hát te most végre kialudtad magad, Bernie. Én nem úgy érzem. Mit gondolsz, Bernie? Szerinted beküldenek ma reggel értünk egy csomó őrt? Valamit megpróbálnak, az biztos. Neked is csinálják egyet? Köszönöm. Bernie? Tudod, az a kép, amit festettél? Az öreg viskó ott az út szélén. Igen. Hol van az a hely? Larry megye, Kentucky. Abban a viskóban nőttem fel. Egy fényképről másoltam, amit apámtól kaptam. El se hiszed, milyen szép hely volt a vénasszonyok nyarán. Csupa vörös meg arany. A levelek betakarták a földet, mintha szőnyeg lett volna, érted? Időnként olyan vastag levéltakaró volt a patakon, hogy a vizet se láttad. Tényleg csodás volt. Nos, van tehetséged hozzá. Úgy gondolod? Isten bizony. Parancsol. Kösz. Thank you.
megtöltéshez felkészülni! Fegyvert tölts! Válhoz! Nem jelentkeztek azóta a Bergen? Minden csöndes, uram. Rendben. Akkor add tovább. Tizet fogunk nyitni. Fegyvert kibiztosítani! Félosz! Elkészülni! Tűz! Mi történik? Ezek gránátokkal lőnek az istenit neki, Bernie. Segítség! Segítség! Engedjenek ki! Tizet szüntes! Akasz, pihenj! A francba. Semmi haszna. Nehéz fegyverek nélkül nem tudjuk belőni. Úgy tűnik, abba hagyták. Bernie! A francba eltaláltak! Jézusom, vidd onnan a kezed, hadd nézzem meg! Ajaj. Tudom, hogy szörnyen fáj, engem is eltaláltak már egy párszor. Simán átment a golyó, de egy ideig még fájni fog. Kösz a jó hírt. Tudod, mi használ? Aspirin. Valahol van is. Már, tegyél meg nekem persze valamit. Hozd ide azt a puskát is. Vigyél ki innen. Na, gyere, Bernie. Kész vagy? Gyere! Uram, ismét Mr. Bennett kereste Washingtonból. Aggódik amiatt, hogy aknavetőket használ. Kénytelenek vagyunk. A gránát nem hatol át. Én is ezt mondtam, de aggódik a közfelháborodás miatt, ha ártatlan rabok is meghalnak. Mondja meg Bennettnek, hogy az Alcatrazban nincsenek ártatlan rabok. És bevetjük az aknavetőket, amit Merrill tábornok jelzi, hogy készen vannak az emberei. Nem egészen egy óra múlva készen állunk. Elnézést, uram! Az egyik őr jelentette, hogy látta Kretzert a cellablok tetején. Biztosan a kezmű folyosón átjutott fel oda. Ez remek hely egy orvlövésznek. Ha megengedi, uram, Buckner tudja, hogy kell elbánni egy orvlövésszel. Nem tudja jól célba venni. De van tető a cella blokk felett, igaz? Kezdjék el, tábornok úr. Még valamit, uram. A sajtó már elég dühös, mert nem tájékoztatjuk őt. Mondja meg, hogy elszabadult hat veszett kutya, és meg fogjuk őket állítani. De így mondja, veszett kutyák. A szavát adta, uram. Esküszik, hogy a D-blokkban nincsenek fegyverek, és eddig mindig igazat mondott. Mármint túl okos, hogy hazudjon.
Rendben, szóljon Merrillnek, hogy elég volt. Talán az ő ember el tudja kapni Kretzert. És a többiek? Úgy tudjuk, Coy és Hubbard beszorultak a közmű folyosóra. Intézzel, hogy ott is maradjanak. Nagy ország nemes és érző elnökének. Kegyelmezzen nekünk, szeretnénk a szeretetért és szabadságért harcolni. Már megjelöltük a helyet magának. Most pontosan a C blokk nyugati része fölött vagyunk. Tehát itt? Igen. Találtam egy alagutat. Nyíl egyenesen a C-blokk keleti részéhez vezet. Hát ez meg... mi a fene? Hátrébb! Uram! Most szóltak, hogy Corvin, Weinhold és Legason föl fognak gyógyulni. Hála Istennek. Merrill tábornok szerint az embere átfúrta a tetőt. Készen áll kilőni Kretzert. De ismét sötétedik. Mondja, hogy várja reggelig, hogy lássuk, mit művelünk. És akkor elkapjuk az egész bandát. Arra még nem gondoltál, Bernie? Milyen lehetett volna minden, ha gazdagnak születtő volna? Apám mindig azt mondta, hogy én rossznak születtem. Bár azt hiszem, akkor is itt kötöttem volna ki. Nem akarom bántani az apád, de senki se születik rossznak. Még Kretzer és Shackley se? Nem. Ők sem. Mára. Arra gondoltál, hogy cellában végzed? Ezt akartad? Nem tudom. Tudod, én sose kaptam meg azt, amit akartam. És mit akartál annyira? Nos, legelőször szemüveget akartam. Szemüveget? Nem láttam jól. A suliban. De nem volt pénzünk venni, úgyhogy... loptam egy kis pénzt, hogy vehessek magamnak. Hát így kezdtem el. Őszintén. Csak azt bánom, hogy nem jutott jobb a feleségemnek, meg a gyerekemnek. Na és te, Bernie? Van családod? Valahol biztosan van. A család. Csak is veréseket kaptam az apámtól. Az anyámtól meg csak a rossz fogaimat kaptam. Én mondom neked, Marv, ha kölyökként ismertük volna egymást, szállalmas pár lettünk. Mi?
A te szemed az én fogaim. ...1946. május 4-e, reggel 6 óra 5 perc. Lehet? Tehát maradjanak ott hátul, amikor beejtem ezt az izét, oké? Rendben! Nem látom sehol, biztos a közműaknában van. Oké, kösz. Ne aggódj miatta, elkapjuk. Hé, hey, Bernie! Ha? Menjünk az alagúthoz! Itt biztonságban leszünk. Itt halunk meg, mint a patkányok. Kire lőnek? Fogadok 10-1-hez, hogy Kretzer az. Ha még én. Uram, tüzet nyitottak ránk a cellák keleti felében, a cellablok tetejéről. Van gránát a folyosón lévő embereknél? Használják. Egy csapat álljon készültségben puskákkal. Egyvereseket küld be a cellablokba. Gyülekezzenek a kikötőnél lévő kapunál. Előbb a gránátok, aztán megyünk be mi. Nincs figyelmeztetés. Keményen és gyorsan tüzelünk. Ha kell, mindegyiket szétlőjük. Egy valami biztos. Tudom, hogy itt mi van. De mi van előttünk? Csak egy másik folyosó. A keleti kapu. A keleti kapu az. A kikötő közelében van.
Túszulejtünk egy pár őrt, és mi kiutatunk. Börni, azt hiszem végünk van. Nem. Börni, figyelj rám. Hidd el nekem. Börni. Nem hagyhatjuk abba. Börni. Még van esélyünk. Végünk van. Én levétek innen. Börni, hallgass rám. Hazamegyek. Börni. Hazamegyek. Haza. Te személy disznó! Ez miattad van! Miattad van! Buddy Thompsont és Sam Shocklit kivégezték a San Quentini gázkamrában. Dutch Kreutzer holttestét a volt felesége vette át és hambasztotta el. Dorendónak megkegyelmeztek fiatalkorára való tekintettel. 1973-ban helyezték feltételes szabadlábra. Marvin Hubbard holttestét hazaküldték Alabamába temetésre. Bernie Coy holttestéért senki sem jelentkezett. Kormányköltségen temették el egy San Franciscói temetőben, jeltelen sírba. Az első órák a mieink, az utolsó istené és a legjobb lövészé, Barnett Paul Coy. Magyar szöveg Kis Katalin, hangmérnök Hajzler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Digitál Szinkron BT készítette. Forgalomba hozza a Fórum Film.